Sziasztok, Clashy Jamac! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban! És most három darab bázis fogok nektek szintén bemutatni, amik most nem anti-hármasok, illetve anti-kettesek ezáltal, mivel nem anti-hármasok. És igazániból pushra, tehát hogyha pusholtok mondjuk Legendbe vagy Titánba, de inkább a Titán az már elég egyszerű, szóval Legendbe, vagy akármennyire pusholtok, tehát hogy ezek a anti-kettes bázisok push bázisnak is sok igazániból, meg war bázisnak. Én hát war bázisként mutatom be őket, mert igazániból azok anti-kettes bázisok. Legtöbben warban használják őket, szóval ezért gondoltam. Na nézzük csak, igazániból három bázisról lesz szó, mind a három anti-kettes, és akkor kezdjük az első bázissal, ami... ez bizony. Ez Bálint használta sokáig ezt a bázis, sőt szerintem még mindig ezt használja, még ez a farm bázisa is. Hát jó, nyersanyagokat megvédeni nem a legjobb, szóval, de a pushnál például, meg a warnál ugye ez természetesen nem számít. Ez igazán egy olyan bázis, hogyha valaki ért a lufikhoz, akkor ő be tudja verni. Elég egyszerűen három csillagra, ugyanis hát elég könnyen lalunozható a szépen a szélén elhelyezett érdefenzek miatt. Viszont ott a középen van 4 Tesla, a 3 X-Bow, a Sas, meg egy X-Bow itt lent van ugye, meg egy csomó-csomó minden igazából, és hát ez nem egy megszokott bázis design, szóval hát éppen ezért is nehéz az éneket támadni, viszont teljesen szimmetrikus, szóval aki ilyen nagyon-nagyon szimmetrikus bázisokat szereti, az most örülhet. Valamint föntről ugye három Wizard Tower, ugye a Walking dolgát megnehezíti, mortárok, lentről pedig hát viszonylag messze van a Townhall. Szóval én ezt a bázist igazán mindenféleképpen mondom, hogy Queen Walk-kal támadnám, de ugye ha berontok mondjuk ide és itt nyomok egy Queen Walk-ot, akkor ugye már az Inferno hoppá hoppá eléri. Szóval ezért cseles igazániból ez a bázis. Meg hát igazániból őszintén szól, hogyha ezt a középső rész falak, meg ez a karika falak erősek, akkor már nagyjából itt a többi az tök mindegy, hogyha már az 9-es vagy 10-es vagy 11-es az már annyira nem számít, de a középső résznél igazából nagyon fontos, hogy hányas szintek a falak, ugyanis hát kell törni esetleg. És igazából ott van pár trap még a Town Hall-nál, ugye hogyha az X-Bow az itt kéne lenni, ha szimmetrikusnak kéne lennie teljesen, de hát akkor Grand Warden elkerülni, és igazából a Grand Warden az egy elég jó védekező egység, és nagyon erős, olyan mint egy 5. Tesla igazániból, szóval azért foglal helyet középen. Valamint ingyen százalék szinte semennyi nincs, sőt, semennyi nincs a bázisban, szóval talán egy milliónnal le lehet szedni azt a canont, de amúgy ennyi. Szóval nincs ingyen százalék a bázisban, bowlerek kell sem lehet sok mindent leszedni, mert ugye itt két hely van mindenhol, ez nem véletlenül. És igazából, hogy nagyjából ennyit a magáról, a bázisról. Térjünk is át a következőre, ami jó, most nem ezt a warbázis használom, de ez van beállítva most. Nekem igazából ez egy Town Hall 10-es bázis szépen átalakítva annó TH11-re. Nos, akitől lemásoltam, neki itt igazából, amit láthatjátok, itt nyitva van maga a bázis, de én ezt inkább amúgy becsukom, csak úgy, hogy ti is láthassátok. De nyilván nem véletlenül lett az ott kivéve, hogy ott belehessenek középre a katonák, de én inkább azért így ajánlom mégis ezt a bázist. Ezt most el is mentem, csak hogy még véletlenül sem mentsem el rosszul. Na de nézzük csak. Szóval itt van a 4 Tesla középen, 2 Inferno, és igazániból nagyon-nagyon körben menős a bázis, főleg a Volkeröknek, akiket elég nehéz irányítani. Én ezt a bázist támadtam nem olyan rég, Clan Warban, és épp hogy csak meglett az 50% a Town Hall-al együtt, szóval nagyon nagy szerencse kellett hozzá. Jó, természetesen nem volt valami nagyon professzionális támadás, nem éppen ezért, de hogy... ez akármennyire néz ki egyszerűen, ez a bázis egy elég jó bázis, mert igazániból hiába rombolod le mondjuk itt az Infernón az összes falat, vagy itt középen, egyszerűen nehéz kontrollálni a Volkeröket, hogy merre menjenek, mert nem mindig arra mennek, amire te szeretnéd. És hát most ugye a legelterjedtebb támadási stratégia az egyértelműen a Volkerös támadások.
Szóval igazából ezt a bázis tényleg, ez egy olyan bázis, amit teljesen mindenkinek ajánlok, egyik legáltalánosabb anti-2-es bázis, szóval találkozhatok ilyennel ellenfélnél, és nem pont ezzel a verzióval, de találkozhatok. Én őszintén szóval három közül szerintem ezt ajánlom inkább a legjobban. És igazából a bázisról, hát nem körbe menő is, de azért a storage-ok elég jó helyen helyezkednek el pushoz, ez viszonylag jó, mert ugye nem lopják mindig el az összes nyersanyagot, ami hát nem mindig olyan jó, ugyanis kell seregre pénz, meg azért néha jó, ha jön egy kis pof... ...lakat, és igazándiból úgy most már tényleg így nagyjából ennyi a bázis, pontosan másoljátok le, Giant Bombok elhelyezkedése fontos, meg itt van pár ilyen trap Giant Bomb, sőt szélén lévő Skeleton? A Spring Trappek pedig a Wallbreakerek ellen vannak, természetesen. És végül nem utolsó sorban, ez is egy push bázis, ez még egy picit régebbi bázis. Volkerökkel igazániból oldalról picit sebezhető, de akkor meg kevés lesz a százalék igazániból, és igazániból KHT használt ezt a bázis pushhoz, és 20-nál is többet védett vele, úgyhogy mindenkinek tudom igazániból ajánlani. Itt hősök középen, jó, Grand Warden az nem, ő itt van másik oldalt, de hogy ha lent, hát illetve nem lehet, hogy ez bal oldalról támadná, de ugye itt nagyon sok minden van, sőt egy csomó trap is, konkrétan majdnem itt van az összes, míg a másik oldalt itt meg sok védekező egység van, itt pedig ugye a town hall picit közelebb van, viszont a sas a másik oldalt van, szóval azt jelenti, hogy nem tudod magával a támadással a sast lerombolni, szóval ez elég nagy hátrány, hogy most végiglövni fogja a katonáidat. Ó, mint említettem, oldalról egy picit sebezhető, a négy földrengésre picit jobban megnyitható a bázis, mint gondoljátok, de így természetesen nagyon durván bemennek középre, viszont hogy a középre pedig beragadnak az egységek igazából, és nem tudnak semmire szép elmenni. Ezt próbálták meg Queen Walker, meg mindennel beverni ezt a bázisát sikertelenül, valamint, mintha említettem, anti-3-as bázisoknak ezek nem jók, ugyanis nem védenek szinte semennyire a három csillagozástól. Itt legfőképp például Lalunra gondolok az ilyen bázisok ellen, a Queen Walkos Lalun, és például itt ez a két air defense plusz a sas nagyon egyszerűen leszedhető, ha valaki ért hozzá, hogy hogyan kell leszedni természetesen, de nem sok emberről beszélünk. Úgyhogy... igazániból, szóval... meg ugye most inkább a Volkerök elterjedtek, szóval mindenki azt tolja. A Volkerök ellen a három bázis közül szerintem a kettes véd a legjobban, de ez is jó ellenük. És igazániból ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Másoljátok le bármelyik bázist, kommentekbe írjátok le, hogy nektek melyik bázis vált be, melyiket szeretitek, melyiket használjátok, melyiket ajánljátok kinek, mikor, hol. És igazániból ennyi lettem volna erre a videóra, köszönöm, hogy végignéztétek, sziasztok! Come action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in a wrap?